Nagyon-nagyon szépen köszönjük. Köszönjük. Vendégeim a Fekete Vonat együttes, Fatima, Junior és B. Ez most úgy tűnik, mintha lakásom lenne, és nem dicsekvésképpen mondom, de itt van az anyósom is, aki természetesen nem az igazi anyósom. Ő Vári Éva, Jászai Mari díjas érdemes művész, aki vállalta, hogy ilyen csipkelődő anyos szerepben beszélgessünk egymással. Eredetileg persze arra gondoltam, hogy az lenne a jó, hogyha ahogy a desszertet is egy valódi étteremben vettük föl, akkor ezt is a valódi lakásomban vegyük föl, ugyanúgy, én szeretem a valódi dolgokat. Igen, az milyen jó lett volna. Kicsit kiverik a falakat, a mennyezetre síneket húznak, akkor a földszintről felrángatják ugye a kábeleket a harmadik emeletre. Tényleg nagyon otthonosan lehetett volna úgy élni. A gyerekeket bezártuk volna a spájzba. Uh-huh. Jó, hát végül is aztán úgy döntöttünk, az anyósom úgy döntött, hogy, hogy vegyük föl ezt egy ilyen színházban. Na és? Hát nem jobb itt? Őszintén szóval az az igazság, hogy én azért vállaltam ezt az egészet, mert arra gondoltam, hogy te akkor otthon maradsz az igazi lakásban. Csak hogy ott nem én vagyok, hanem a valódi anyósod. Jó, hát akkor szerintem, ha van kedvetek, akkor mondjuk foglaljatok itt helyet, jó? Köszönöm. Én te parancsoljatok. Én néztem a klippeteket a tévében, és abban a klipben Beat jött ki a börtönből, egy kapun. Igen. És Junior, te meg kosárlabdáztál egy ilyen rácsos kerítés. Én is voltam rácsos előtt, így. Ugye? Most ez a minta? Egy ilyen harlemi gettó a minta? Nem, ez mind a háromnak a valós életéből, szóval ez frankon a múlt volt. És te voltál börtönben? Hát, erre sajnos azt kell válaszolnom, hogy igen voltam. Az igazság, hogy ugye a Móricsikon körtér környékén két ilyen, hogy mondjam, szélső jobboldali gondolkodású nemzeti szocialista elveket valló, kopaszra borotvált, bakancsos fiatal embereket. Egy kicsit fiatal embereknek rosszabb kedvet varázsoltunk. Igen. Verekedés volt? A hajnalban történt. Igen, verekedés volt. És szóval a verekedésnek a vége az lett, hogy megvertük őket. És ennek volt előzménye, vagy ismertétek volt őket? Volt előzménye, amiből szintén volt tárgyalás, amiben sértetként voltam megidézve. Volt egy eset, amikor én vidékről felkerültem Budapestre. Ők engem ugyanilyen eljárás szinten elronthattak a jókedvemet. Uh-huh. Ugyanilyen eljárás szinten, és hát akkor volt ebből a tárgyalás, de hát ezeket napolják, ezeket a tárgyalásokat, szóval nem a tárgyalás után egyből elítélik őket. És akkor kint volt, szabadlábon védekeztek, és mi találkoztunk velük. És akkor jött a bosszú, és akkor végül is bent is találkoztunk, szóval ilyen érdekes történet, ilyen ide-oda. Benne a börtönben is találkoztunk? Neveztünk, meg, szóval én nem vagyok erre egyébként büszke. Megviselt a börtön? Hát, végül is megviselt. Persze, megviselt, de hát inkább egy év végül is nem olyan hosszú idő, szóval ebből az egy évből 8 hónap előzetes letartóztatásban volt, szóval azért nem volt olyan sok ez. De te előtte intézetben is voltál, igen, nem? Hát én előtte 11 évet voltam nevel otthonban, és gondolom ezért bírtam jobban, mint a többi, és ezért... De ezért, hogy az ilyen hasonló? Talán végül is a büntetés végrehajtásnál elért a nevelési céljait, úgy érzem, szóval kértem, én nem rosszabb lettem, meg nem ugyanaz maradtam, hanem nem is jobb lettem, de másabb lettem, és jobb irányba lettem másabb. Szóval elkezdtem úgy gondolkodni, mint egy normális ember. Fatima, én már hallottam olyan neveket, hogy azt mondja, hogy mit tudom én, Orsós Pamela, meg Lakatos Gyoki, de Fatimát szerintem a Dallasban nem volt Fatima, te neved ez honnan? Nem, a Dallasban nem, de Egyiptomban elég sűrűn megfordultak. Az édesapám egyiptomi, és az anyukám pedig roma. De te félig roma vagy, félig arab? Igen. Hát ez akkor te megcsípted. Meg. Te is család, zenész család volt? Édesapád is zenélt? Nem, az édesapám süket néma. Most esküszöm, ez komoly. Szóval ő így nem tudja, hogy én énekelek. Uh-huh. Ez nem tartozik bele az egyiptomi tradícióba, hogy így a lányok eljönnek Magyarországra és elkezdenek énekelni. Szóval ennél egy kicsit erősebb. Uh-huh. De Junior, és
Szóval amikor ezeket a szövegeket írjátok, ez hogy zajlik? Tehát hogy kell rap szöveget írni? Általában a számok úgy íródnak, hogyha Fatimának van egy ötlete a beatnek, vagy nekem, akkor ezeket mindig megbeszéljük. És de ez magától megy, tehát leülsz, és akkor egyszer csak elkezdesz ilyen rettenetes stílusban beszélni, és mindenhol rossz a hangsúly. És... milyen rettenetes stílusban elkezdek írni gyorsan? Nem. Öt írunk, tudunk írni. Írunk. És megírjuk a szöveget. Megírjuk a szöveget, és ebből elkészül, de utána hozzáérjük a zenét a stúdióba, és ezt, utána ezt meg lehet tanulni, hogy hogy kell reppelni? Csak arra szerettelek volna kérni, hogyha esetleg az anyósomat meg tudnál tanítani reppelni, mert azt nagyon szeretném, hogyha ilyen reppelve csipkelődne velem. Szóval, hogy hogy megy ez? Én adok neki egy ütemet, itt elkezdünk neki adok egy ütemet, igen. És ha gondolja, akkor beszáll. De én azért is nem tudom, mire megy ki. Anyuka, kapsz egy ütemet, és légy szíves. Én csak azt tudom, hogy oda vagyok magáért. A fekete... Ezt nem éneklitek ezt a számot? Ezt meg lehet, mi ez funkosítjuk, egy kicsit fiatalosítjuk. Megy ez az old school, és akkor meg nyomjuk. Aha, jó. Tessék elkezdeni. Mit csináljak? Tessék elkezdeni énekelni, és majd megpróbálunk egy ütemet. Oda vagyok magáért, a fekete hajáért. Tovább nem tudom. De ez nem rap. Ez már rap? Hát próbáltam ráérezni ritmusára. De hát erre nem legyek. De jó, vagy nagyon jó, meg ez jó szám, nem? Igen, nektek ez jó, meg kér. Aranyos ritmus, csak nem bírtunk úgy ráérezni egyből. Most a szövegek jelentős része azért ez egy picikét olyan, hogy... szóval, hogy is mondjam csak... Szóval nem igazán szeretitek a gádzsókat, jól értem? Tehát akik ugye nem cigányok. Nagyon-nagyon rosszul. Azért egy szavat szeretnék tisztázni, mert senki nincs eléggé tisztában, hogy sokan mondják, hogy gádzsó. Gágyó, hogy fekete vonat gágyózik, így úgy. Szóval sokan úgy gondolják, hogy ez a gágyó, ez a cigány visszafelé. Nem. Ez a gágyó, ez egy, ezen a roma nyelven azt jelenti, hogy nem cigány ember. Bárki is úgy vette ki az esetleg a szövegeinkből, akkor elnézést, mert abszolút nem. Mert pont ezzel harcolunk, hogy a romák és a magyarok között ez a falsz fűnyő, meg ne legyen az, hogy az a büdös cigány, az a büdös paraszt, az a gágyó, így úgy, hanem pont ezzel, hogy ez teljesen más jelen. Ne az olyan fontos, hanem az olyan fontos, hogy azt szeretem, akivel vagyok, akivel jól érzem magam, az a barátom, és ez tök mindent, hogy gádzsó, zsidó, cigány, néger, kínai, orosz, jugoszláv, mit tudom én. Ez teljesen mindegy. Szerintem ez a legfontosabb. És itt tudnátok ülve valamit mutatni nekem? Ez egy nem rap stílus, nem is roma stílus, de viszont a rap stílus hozzátartozik, és a roma életről szól. Ez egy nagyon jól összefogalmaztam. Oké? Okay? Legyen ez a dal, ami a kapellának. Ne vegyétek el tőlünk a napot. Szóval, ha nem vigyáztok, én szerintem belőletek perceken belül világsztár lesz. Én olvastam, hogy a New York Times-ban megjelent rólatok egy cikk. Franciaországban volt egy nagy énekverseny, egy dalverseny, ahol 100 zeneszám közül az első 6-ba beválogattak benneteket, és csak most jelent meg az első album. Mi lesz az iskolában? Jól előtte, először szépen bevezette, folytasd. Tehát most már minek a világsztárok lesznek? Dehogy nem, hát azért kéne kell. Valamit, nem? Persze. Igen? Jártok iskolában, persze, nem? Hogy járunk. Te hanyadikos vagy, Fati? Én elsős vagyok, mert külföldön voltam ki, és kihagytam. Első gimi? De be szeretném fejezni, szeretnék legalább egy diplomát. És ti? A véletlen. Mi hát, hol tartunk az iskolában? Mi szintén zenészek vagyunk. Hol tartasz az iskolában, Bíth? Én egy iskolát már elvégeztem, egy szobafestő, mázoló és tapétázó szakmunkás képzőiskolát, okay. És most a KIA, a Roma Nemzetiségi Szakiskolában
tanulok. Az ez egy középiskola, nem? Tessék? Ez egy középiskola. Hát középiskola, ilyen szakiskola szintű, számítógép, kezelői, ilyen végzést. Tehát... Én is szinte nagyon fontosnak tartom azt, hogy tanuljon valaki, főleg, hogyha valaki roma, az szeretném, hogy mindenki fontosnak tartsa. A tanulás az nagyon-nagyon fontos az életben. És ez nem ilyen nagy szöveg volt, és mindenki ezt hallja, de ez nem bonit. Kell a vaker, nem kell a puder, hanem nem, ez igaz. Nem, a vaker, nem a puder, hanem és ez tényleg így van szerintem. És szeretném én is az érettségit letenni, jövőre kezdem a szeptemberben. Most én elárulom nektek, hogy titkon én is elkezdtem gyakorolni a rappet. Szóval amióta először beszélgettünk, akkor gondoltam, hogy akkor én is kipróbálom, hogy tudom ezt csinálni. És na most akkor rögtönzök egyet. Jaj! Nem biztos, hogy fog sikerülni elsőre. Ez tulajdonképpen a kepes-reppes. Esperanto? Nem, hanem az a téma, hogy az aranyköpés. Jó? Köpölöm az aranyat, aranyozom az agyadat, a kepes-köpés, kapós, látod-e jó barát? Darabja 200 karát. Na? Gratulálunk. Gratulálunk. Mi lesz most az iskolával? Jó vagy. Te mit találkoztál a Derek Skinhead fiúkkal azóta, amióta énekelsz? Szóval, hogy ők mit szólnak ehhez? Igen. Igen? Tényleg? Találkoztam az egyik kedvencemmel közülük. És legnagyobb örömre a 8. kerületi rendőrkapitányságon törzászlós. Már azóta van. Nem. Törzsőrmester, bocsánat. Törzsőrmester, két csillagos, ezüst csillagos. Közeg. A volt skinhead? Igen. Hát egy volt. Előléptették. Hát most, de egyébként előtt kezet fogtunk, gratulált, mondta, hogy megveszi az albumot. Szóval valószínű, hogy bennő is megváltozott. Jó, gyerekek, én tudom, hogy nektek most hamarosan el kell mennetek, mert hogy valami album dedikálás lesz itten valahol a közelben. Azt megígéritek, ugye, hogy utána visszajöttök egy picit, és még zenéltek? Igen, visszanézünk. Igen, visszajöttek.